Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is a Sims a 101. részével. Ugye az előző rész egy livestream volt, egy közel másfél órás livestream, és hát ugye született egyetlen egy babánk, Barnabás. Egyébként kicsit csalódott voltam ugye a stream végén, ugyanis Arankának porzasztóan nagy volt a hasa, és ennek ellenére csak egyetlen egy baba született. Hát mindegy, remélhetőleg azért majd egyszer összejönnek a hármasikrek is. Viszont a streamben még sikerült megnyernünk a videójáték versenyt is, ami, ami viszont egy pozitív dolog volt. És hát ahogy láthatjátok, pénzügyileg sem állunk annyira nagyon rosszul, most 3000 szimoleon a háztartásban, azt nem tudom, hogy befizettük-e a számlákat, ugyanis hétfő van, de szerintem befizettük a streamben. Úgyhogy most ezen se kell aggódnunk. Reggelire még mindig van egy kis házi feladat, hogyha esetleg valaki szeretne enni belőle. És hát igazából a Tinikkel kellene most foglalkoznom, hogy ki lehessen őket költöztetni, és akkor újból el lehetne gondolkozni egy baba projekten. Az viszont nem tudom, legalábbis most így hirtelen nem látom, hogy hol van a baba ágyunk. Uh, aha, ja, ott van a picur, az ott lehet, hogy annyira nincsen jó helyen, ugyanis az egyik ágyat így teljesen eltakarja. Jó, így, így talán jobb lesz, bár őt át kéne rakni a másik szobába, ne keltse fel azért az idősebb gyerekeket. Elég, hogyha majd az anyuka foglalkozik vele. Fiúk, hogy vannak? Egy skillt kell level 3-asra fejleszteni, ez megvan, leckét viszont még nem kezdtek elírni, úgyhogy uh, szerintem ezt most ki is adom nekik. És akkor remélhetőleg, hogyha már holnap hazajönnek az iskolából, akkor nem lesz problémájuk azzal, hogy esetleg ki is lehessen őket költöztetni, és akkor elkezdünk ismerkedni. Ezt miért nem lehet csak úgy behúzni a kukába? Na, azé, azé, azé. Nagyon-nagyon feszült, és ezért most nem tud leckét írni, de meg közben, eszik, szóval nem tudom, hogy mitől lehet ennyire nagyon feszült. Általában azért ezek a dolgok úgy kiszokták kapcsolni az embert. Valahogy nem tudja ö, levezetni ezt a feszültséget másképpen. Mármint, hogy itt most ö, olyan dolgokra gondolok, itt mondjuk ö, elmegy futni, vagy ilyesmi. Aha jó, menjen el futni, és akkor azzal elméletileg ö, ki tudja tisztítani az elméjét. Fú! Most komolyan. Elment oda azért, kér, hogy átöltözzön, és aztán, aztán elmegy futni. What the what? Ezt nem igazából értem. Nem mindegy, ha hazaértél, ott futkos. Átment oda a szomszédba, futkosolt egyet a járda másik felén, és most itt az utcán megírja a leckét. Hát Ádám egy kicsit szuicid, tehát, ha most itt jön egy autó, az nagyon-nagyon kellemetlen lenne, de lehet, hogy tüntet, és hogyha jön egy autó, akkor. Akkor tényleg mi lesz? Jó, csináld meg a szorgalmit is. Azt is itt az utca közepén csinálod? Hát jó, tartsuk fel a forgalmat, tényleg bénítsuk meg az egészet. Mi? Elvitték a gyereket! Ez mínusz babát jelent. Ne! Ennyi volt Barnabás. Ja, hát akkor csinálunk újat. 150 szimulant, így is kaptunk a baba ágyért. Viszont most nagyon-nagyon szomorú. Még jó, hogy csak egy gyereket vittek el. Hát akkor ez így 101 baba kihívás lesz. Vagy már egyet elvittek. Ö, nyilván ez is benne van a szabályzatban, hogy elviszik, akkor az mínusz baba. Szóval... Ö, igen, jobban kellett volna ráfigyelni figyelni, ez tény. Az az igazság, hogy ugye, amíg elindítottam a videót... Ö, addig is ment a játék, szóval addig is itt valószínűleg csak sírt, sírt, sírt. Na mindegy, hát... Ö, ez ilyen, ez ilyen. Jó, viszont akkor most elkezdhetnénk ismerkedni szerintem arankával. Illetve többen is jeleztétek azt, hogy a lottrate-nél nem állítottam be azt, hogy egy, hogy ezt itt beklikkeljük, ezt az online line -t. Illetve akár még a gyors internetet is újból bejelölhetnénk, és azt is, hogy gyorsabban tanuljanak a gyerekek. Jó. Szerintem a százból kíváshoz ezek a legjobbak. És akkor, akkor, viszont menjünk el szerintem Marankával ismerkedni, tehát hogy így más nem nagyon marad. Travel. Teljesen egyedül. Nem kell most ide nekem senki, aki föltartana. Ú, ez mondjuk így el elég kellemetlen, hogy elvitték a babánkat. Mm. Menjünk abba a házba, ahova beköltöztettem azokat az apukákat. Newcrest. És itt vannak, itt vannak az úri emberek. Hát remélhetőleg nem lesz itthon az, akivel összejöttem, mert akkor ő egy kicsit ki fog akadni, fogok adni, mással fog förtölgetni Lehet, hogy egyébként össze kéne először barátkozni, és akkor úgy kéne áthívni majd az úri embert. És akkor most tényleg mindent megteszek, hogy hármas legyenek. Most így van is hely. Bár nem így akartam nekik helyet csinálni, de. 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 Most, ha már így alakult, akkor így alakult. Um... Jó, hát meglátjuk. Meglátjuk. Megpróbálok mindent összehozni. Ah, vele jöttem össze, vele még viszont meg se ismerkedtünk. Hello, hello! Na, Zoltán, nem fog valószínűleg neked tetszeni, hogy, ne tetsz, hogy itt flörtölök vele, de... Ah, nagyon vécéznie kell. Azt nem mondta, hogy beteg lesz ranka, mert annak nagyon-nagyon nem fog örülni. Na mindegy, remélhetőleg uh, sikerül majd egy kicsit összeismerkednünk uh, Bulcsú Pállal. Nem tudom egyébként, hogy őt ki csinálta. Érdekelne, hogy kinek a szimével ismerkedek éppen. Na, most veled nem akarok beszélgetni, ne haragudj. Kedves Zoltán. Most kizárnak a beszélgetésből, hát ezt nem hiszem el. Mindjárt egy fürdőzés lesz megint aztán. Ó, neki igen, most ez nem tetszett. Na mindegy, hát kérdezzük meg a napjáról. Kérjük meg, hogy nézze meg velünk a csillagokat. Na? Szegény Zoltán, egyébként egész kizárjuk. egy kicsit forgalmasabb itt az út. Még jó, hogy nem erre az utcára ült ki a kedves gyermekünk leckét írni. Azért az tényleg nem lett volna kellemes. Cseverésszünk még egy kicsit. Aztán mondjuk neki egy vicces történetet. Szerintem egyébként lassan lassan elérjük azt, hogy esetleg majd lehessen vele normálisan flörtölni. Kedjünk rajta egy mély benyomás. Meséljünk neki egy kicsit az álmainkról, hát ha tetszik neki. De most nem neked mondtam, hékes. Jó, menjünk haza, és akkor hívjuk át búcsút. Addig szerintem elintézik magának a pisit, és akkor uh, mindenki jól jár. Közben meg a gyerekek meg elmentek, mindjárt elmennek iskolába. Hát remélhetőleg mindenki befejezte a házi feladatát. Annyira megzobart egyébként most ezt, hogy elvitték a gyereket, hogy szerintem a végül kis adtam nekik azt, hogy csinálják meg a leckét, szóval így. így így pont rosszul jártunk mindennel, hát mindegy, ö, ez van, nem nagyon tudok mit csinálni most már. Nyilván csináltam volna azt, hogy nem mentem el a játékot, újra kezdem az egész videót, és olyan úgy csinálok, mintha ez nem történt volna meg, de hát akkor meg mértelme lenne a százból a kihívásnak, Tehát, ö, ez ilyen, ez ilyen. Ö, jó. Megírták tényleg amúgy a leckét? Nem, gondoltam, hogy nem írták meg a leckét. Mondjuk ő megírta a szorgalmival együtt is, és a kis gyerkőcök viszont hozzá se nyúltak. Szép, szép, szép. Még van gyorsan fél órátok megcsinálni, úgyhogy hajrá. Jó, és akkor hívjuk át szerintem azt az úriembert. Invite to hangout current lot. És Bulcsú volt ugye az, akivel megismerkedtünk. Ja. Jó, egyenlőre még nem vagyunk barátok. Csak jó ismerősök. De szerintem ezzel hamarosan változtatunk. Micsoda! nem tud most átjönni, de miért? Jó, szerintem ti most már fejezzétek be a leckét, inkább menjetek el Most már az egy órája késtek, azért az nehezen megmagyarázható, hogy késett a busz háromszor. Üm, viszont Arankával benevezhetnénk egy versenyre szerintem. Üm, azt kellene megnézni, hogy tudunk-e újból uh, utána nézni játék taktikáknak. Web, Research, Advanced Game Technology. És akkor utána a Play Game, és nevezzünk be egy professional refugee-ra. Most elmetek, senki sem fogja zavarni őt. Úgyhogy remélhetőleg ez össze is fogni. Jó, gikkon van. Hát száz simoleonunkba kerül egyébként minden ilyen verseny, és már valószínűleg elég sokat. Megjavítjuk. Nem érdekel. Ha megrázza az áram, az se fog most már lassan érdekelni. De nem rázta meg, szerencsére. És akkor most be tudunk nevezni újra versenyre, vagy most ez úgy számított, hogy beneveztem, és akkor majd megint egy olyan 10 óra múlva tudunk. Jó, szerencsére be tudunk újra nevezni. Na hát, uh, itt vagyunk újra. Kicsit, kicsit kiestünk a játékból, de... De itt vagyunk, és szeretnénk megnyerni. Szeretnénk megnyerni ezt a játékot. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez után még mi jöhet közbe, tehát jó, még felgyulladhat itt megint a számítógép. Még már csak azt várom tényleg, hogy még ez megtörténjen velünk. Már úgy látszik most ezt a versenyt nagyon-nagyon nem akarja a játék. Bár egyébként érzem, hogy így helyezéssel fogunk elérni. Pedig most amilyen királyra megcsináltuk a számítógépet, te egyébként azt nem lehetne megcsinálni, hogy... Már fejleszünk rajta valamit? More choices, socialize on practice programming. Right. 689 simonant kaptunk, és harmadik helyet ért el. Jó. Igazából az nem rossz. Viszont ahogy látom, ó, ötös tanuló lett Zolán. illetve Ádám is, úgyhogy őket föl lehet növeszteni. Dorian pedig négyes. Na! No, Na! No akkor a tiniket ki lehetne költöztetni. Az mondjuk királyság. És szerintem akkor nekik most gyorsan sütünk is egy tortát. Uh, hát most maguknak fogják megcsinálni. Ez már nálunk ilyen családi hagyomány, mindenki saját magának süti a tortáját. Jó. Remélem jó lett egyébként ezeknek a minősége. Hát normál. Bár... Most nem eszi meg. Hát meg a tofutákozt. És akkor mindenkinek jó lesz. Jó, és akkor utána pedig ö, ezt kidobjuk. Nem? Jó, akkor előbb átúrjuk, és utána dobjuk ki. És aztán pedig lefektetjük aludni. Jó, Zalán ö, megselt, úgy a to... Tök jó, hogy tele van a hűtő kajával, és ezek meg tortát esznek, ami szülinapra készült volna, és pont a szülinapos nem evett még belőle. Tehát, hogy ez zseniális. Imádom ezt a játékot, de tényleg... Jó, lehet a játék úgy gondolja, hogy ő még nem lehetne szülinapos, de én most úgy döntöttem, hogy szülinapos lesz, mert ötös lett a suliba. Mindent a csúcson kell abba hagyni. Az iskolát is. Jó. Most akkor erre rakjunk rá, könyörgöm egy uh, gyertyát, hogy ne az legyen, hogy valaki megint belekajál. Jó, fújd el a gyertyákat. Ki kell neki választani egy random traitet. Uh, self lett. Adunk rá még gyertyát és akkor az öcsikéd is fel fog nőni. Te is fújd el szépen a gyertyákat. Na. Jó, és akkor neki is kell választani valamit. Ő pedig inszén lett, ez az őrült. Hát anyádra hasonlít azt, na. Jó, és akkor emetek kaptak ajándékokat is, ami, ami valószínűleg reggel fog akkor igen megjelenni a postaládánkban. Na mindegy, majd még azt a rengeteg tányért illene kidobálnunk. Ó! Legyőzte a megfázás is, most ezért tök jó hangulatban. Ez jó, ez jó, tetszik. Tetszik, hogy a játék nem arra akar nevelni, hogy ha egy kicsit beteg vagy, akkor egyből vegyél be valamilyen gyógyszert, hanem. Ez nagyon okos volt. Láttad, hogy egyszer mentek be a fürdőszobába, anyád levetközik, majd amikor beszáll a fürdőkádon, megijátsz rajta. Tehát, hogy Azért ehhez, ez kell ész. De neki annyi sincsen. <laughs> Jó, ö, viszont akkor tényleg költöztessük szerintem őket ki. Manage household. És akkor itt mi kell választanunk ezt a csont családot. És a két fiatal fiút ö, el kellene költöztetnünk valahova. Arra gondoltam egyébként, hogy lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha már alapból egy csont családhoz költöztetnénk be őket, hogy testvérekkel éljék mégiscsak az életüket. Jó, oké, és akkor most van kettő darab sima gyerekünk, tehát hogy ilyen gyerek-gyerekünk, aki nem tini, hanem értitek szóval 8 és 13 közötti, <laughs> akikkel azért még lesz bőven problémánk, de... De most legalább van hely arra, hogy legyenek új babácskáink. Ha már ha már elbuktuk azt is, ami a streamben született. Úgy látszik egyébként, hogy ez a terhesség ez nagyon nem akart összejönni, szóval eleinte lett volna ugye három gyerek, abból megszületett egy, az az egy is most, most már valaki másnál van. Úgyhogy, hát ez ilyen. Jaj ne, most meg itt sírnak, mert szörnyetek van. Ott van fölötted az a hülye lámpa. Legyen akkor zöld színű, akkor jobban tetszik, akkor már nem lesz zöld, szörnyes. Valóként szerintem a zöld az kifejezetten ilyen szörnyes szín, de mindegy. Jó, hát akkor most itt hajnal kettőkor konkrétan tortát esznek a gyermekeim, teljesen egészségesen élnek, ez teljesen normális, legalábbis ebben a családban. Hm, viszont ahogy feljön a nap, és elmennek a gyerekek iskolába, szerintem megint megpróbáljuk áthívni, ugye, Bulcsút, akivel ismerkedtünk még itt a rész elején, és hát kicsit jobban ráfekszünk most erre a Baba projektre, mert most nagyon kevesen vagyunk a háztartásból, és ilyenkor a pénz sem fizet valami jól. Ami, ami valljuk be, hogy azért annyira nem jó dolog. Főleg, hogy kb. csak ebből élünk, hogy van ilyen kukánk, ami, ami valamiért, hogyha ilyen szemét áldozatot adunk neki, akkor, akkor azt ő meghálálja nekünk pénzzel. Jó, ja, ezt is még szépen kidobtuk. Most elmetek nincsen semmi olyan cucc, amit ki tudnánk dobni. Ezt a leckét sem, szerintem nem. Leckét nem lehet kidobni. Nem engedi a játék, úgyhogy ott hagyjuk kajának. Jó. Ö Mind a kettő ugyanolyan erős. Ne veszek egy másokkal. Ó, viszont mindjárt mindjárt suliba kell, hogy menjenek. Remélem be fogja tudni fejezni a házi feladatát. Ajjajjaj. Ugye most négyes tanuló. Ó, de neki még egy skill tovább kellene fejleszteni ahhoz, hogy hogy tinni lehessen, úgyhogy igazából tök mindegy. Ja, hát akkor majd... Akkor majd, ha hazajött, akkor majd ezzel is foglalkozunk. És most elmertek, ők ugye elindultak iskolába. Ugye ja, akár most... Remek! Remek! Ö, most Dorian egy olyan korszakon megy keresztül, hogy folyamatosan az anyukájával akar lenni. De létszi Dorian, azért ennél már szerintem te idősebb vagy, úgyhogy menj Menjen szépen el iskolába, anyukád is ezt szeretné. Most kifejezetten ezt szeretné, mert szeretne áthívni magához egy úri embert, hogy sem még több testvérkétek. Jó, ő... Uh, invite to hangout current lot. És akkor nekünk, akire szükségünk van, az búcsú. Remélem, hogy most át fog jönni. Jó. Mit csinál körmet meg? Ez az átjött. Most végre nem túl elfoglalt. Hmm. Kicsit panaszkodjunk a TV méretre, Milyen jó, átjön szerencsétlen csávó. Ki tudja, hogy uh, miben reménykedve. És egyből a TV méretéről panaszkodunk neki. Uh, mi hogy Ask About Movies plot? Valamilyen filmrendező lenne ő? Megkérdezhetjük a filmnek a, a történetéről. Kicsit még barátkozunk, és aztán átmehetünk a romantikus dolgokra. Már ahogy látom egy böki agy a barátkozást, tehát hogy úgy nem, nem igazából akar vele barátkozni. Hívjuk át ide ebbe a szobába, és akkor gyújtunk szerintem egy füstölőt. Azzal azért elég sok mindent uh, lehet javítani. Chat hír, chat hír, chat hír, az sokkal jobb. És akkor ő is jön. Vagy nem, nem jön ide? Akkor kérjük meg, hogy jöjjön ide. Friendly. Hmm. De ahogy látom, jön magától. De most akkor te nem menj ki. Hanem akkor romantikázatok egy kicsit. Ó, oh, leült most oda a számítógéphez, király. Leültél játszani -e? komolyan? Na most már egy kicsit legalább romantikus hangulatban vagy? Lehet hogy nekünk is meg kellene szaglászni azt a kis füstölőt. Cseréljenek telefonszámot. Meg szagoljon bele ebbe a ranka is, és akkor, akkor talán neki is megjön a hangulata ahhoz, hogy babák legyenek. Ó, megjött közbe egyébként a postásunk. Impress Video Game Moves. Nyűlgezzük le a videójáték technikáinkkal. Ó, nagyon bejön neki. Bizony, bizony, level 50-es karakterem van Wolfba. Jó. Nem szeretnénk eset. Ó, átjött is takarít. Milyen jó arc. Több ilyen pasi kellene ide. Ebbe a házba. Most kérlek, ne egy ilyen már tortát komolyan átjön, egy pasi is elkezd tortát elni, mint hogyha ilyen minden problémája lenne az élettel. Próbáljunk megcsókolni, mert valószínűleg most annyira nem fog neki tetszeni. Ó, oh, de tetszett neki. Uhú! Uh Hello! Szia, szia! Hmm. Küldjünk neki még egy puszit. Szerintem mindentől keze már menni fog nekünk az a baba. Jó, ja, még sehol nem lehet. Látszik annyira azért még nem ismerik egymást. Uh, de látom, nem lehet még egyszer megcsókolni, csak de itt van a kis simán itt van. Ugye nem akarsz hazamenni? Ugye nem akarsz hazamenni? Ne, ne, ne! Hol megy? Try for baby! Léci, léci, léci! Azért ennyire még csak itt maradsz. Ennyire még csak itt maradsz. Komolyan kiment a hátsó kertbe. Hát felőlem ott is lehet, csak szerintem az ott annyira nem takar. Tehát, hogy ott... Te már nem hiszem, hogy olyan okos ötlet lenne. Jó, Tibor is egyébként közben négyes tanuló lett, ha minden igaz. És azt mondja, mennem is kell. Hát jól van. Bár lehet jobban örültem volna, hogyha... <coughs> hogyha még maradsz egy kicsit. Viszont azt a gyereket most fogom leszídni, mert most már elegem van, hogy mindenhova oda piszkít. Parenting. Disciplinary uh, discipline, recent behavior, strict. És kiabáljunk rá azért, mert most éppen ott az utcát szemeteli. Hogy hát én nem is tudom, hogy mi ez egyébként, amit itt szétszórnak, de undorító tényleg. Jó. Mm. Oké, okay, és uh, csináljunk egy terhességi tesztet. Jó, akkor a másik WC-be csináljunk egy terhességi tesztet. Nekem az is jó. Csak valahol csináljunk egy terhességi tesztet. Ja, hogy mind a kettőbe fürdik egy gyerek. Akkor itt csináljunk egy terhességi tesztet. Még valahol, ahol rá tudok nyitni bárkire is? Hát ezt nem hiszem el. Jó, mindegy terhesünk, terhesek lettünk. Ez már legalább egy jó hír. Ez meg tönkrement. hírek. A Sims házunk tájéken. Ne, ne egyél koszt, mert az annyira nem egészséges. Egyébként is miért akarna bárki is koszt tenni? És megkérdez anyukát, hogy anyu, ehetek földet? Hát fiam, te sem vagy okos, de legalább erős vagy. Jó. Oké, és akkor valahogy ugye meg kellene megint növelnünk az esélyeket, úgyhogy szerintem megint megpróbáljuk ezt a gyerekkönyveket, olvasunk, meg ilyesmi dolgot. Hát remélhetőleg, remélhetőleg ez majd beválik, és valóban így működik. Hát ugye az előző streamben nagyon nagy volt a se, csak ugye a kórházban szültünk, úgyhogy valószínűleg az volt egyébként a probléma, többen is írtatok, hogy ezt is tapasztaltátok, hogy kórházban mindig egy gyerek születik. Úgyhogy most nem, most nem fogom hagyni, hogy kórházba szüljön, hanem itthon fog, és akkor tényleg hallgat gyerekzenét, megnéz gyerekműsorok a tévébe, meg olvas gyerekkönyveket, és hát ha. Hát ha akkor össze fog jönni. Ö, watch movie, ja nem, simán watch channel, watch kids channel. Hát ha akkor hangulatba jön, és, és tényleg esélyünk arra, hogy ikrek legyenek. Na, tetszik egyébként ez a... My Pizzy Polka? Biztos nagyon királykönyv lehet ilyen igazán neked való. Assza minden itt. Azért az az ember, aki nyuszinak öltözik, rózsaszín nyuszinak felnőtt korában sem feltétlenül egy megbízható alak. Jó. Sőt, még ezt is kapcsoljuk be, és akkor itt is a Kids, kids Radio. Kicsit őrülj meg, kicsit táncolj rá. Uh. Hol van? Chain station. Kids radio. Nem tudom mit hallgattál, de most ezt kell, hogy hallgass, és ettől elméletileg hármas ikreid lesznek, tehát hogy... A logikát ne keresitek mögötte, ez így működik. Állítólag. Jó, oké, és... és most lefektettük aludni. De viszont a gyerekeknek meg kéne írniuk a leckéjüket. Ja, és neki tényleg az egyik skill-et négyes szintre kéne fejleszteni. Mit kezdtünk el amúgy vele fejleszgetni? Socialt. a pont a legnehezebben fejleszthető. Fantasztikus, úgyhogy... Uh, hát lehet, hogy egyébként el a belkéne, menjen pisilni. Na jó, mindegy, szerintem akkor ez a következő részre marad. Úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Dogi voltam, sziasztok!